Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, tudják, hogy ma melyik szentnek van az ünnepe? Második János Pál pápáé, éppen ma október 22-én, és 10 éve, hogy meghalt, közben boldoggá avatták, ha jól emlékszem, 2009-ben, illetve tavaly szentté avatták, és a Szent Péter Bazilikába fölhozták a sírját, vagy a síremlékét. Mert addig, ameddig hát nem volt boldoggá szentté avatva, lent volt az altemplomba, ami olyasmi, mint a mi altemplomunk lesz majd, ugye? De a szentélyavatással fölhozták, és nem úgy van ábrázolva, mint több pápa, hogy ilyen viaszos formában megformálva az emberi test, amiben benne van a zerekéje, hanem lezárt rendes szarkofágban, rá van írva II. János Pál pápa, Szent II. János Pál pápa. És én tegnap ott tettem tiszteletemet, és ott imádkoztam a sírjánál, minden nagy szándékot belefoglalva. Még ma jöttem, még Rómából délután még ott voltam. És úgy gondoltam, hogy tehát 10 év után, hogy meghalt, nem árt fölelemveníteni, hogy mit is jelentett számunkra ő, annál is inkább, mert az iránta való tisztelet az nem fogyatkozik Rómába. Azt szokták mondani, hogy hát kidőlt keresztfának nem köszön már senki, ha egy pápa meghal, és eltelik egy pár év, akkor jó, ha valaki még emlékszik rá, de itt nem erről van szó, hanem szakadatlan, lankadatlan a tisztelete a katolikus egyházban. A múlt héten Kecskeméten volt egy nagy konferencia a Városházán II. János Pál pápáról. Sokan felszólaltak, hát én a végére értem oda, és én is mondtam egy pár szót, bár a déli harangszó, vagy az a zenés játék teljesen megrontotta a felszólalásomat. Itt azonban egy komplettebb, egy egészebb visszaemlékezést mondanék, amiről már volt szó, de éppen kiegészítve azokkal a szempontokkal, amelyek, hogy így mondjam, prófétai tettei voltak, és előre látott sok mindent az egyház és a világ sorsára vonatkozóan. II. János Pál pápa, mint tudjuk, 1978-ban lett nagy föltűnést keltően Lengyelországból megválasztva, és lett az előző két pápának a nevét fölvevő első János Pálnak, aki igen rövid ideig uralkodott, az utóda. Ezzel is jelezni akart valamit, hiszen a II. Vatikáni zsinat, bár 23. Jánossal kezdődött, de 6. Pál fejezte be, és a két név, a János és a Pál megjellegezte ezt a 20. századi nagy eseményt, de a gyakorlati kivitelezés az még váratott, és még sok esetben várat is magára. Mert amit mindannyian fölfogtunk a II. Vatikáni zsinatból, hogy népnyelvű lett a liturgia. Ezt mindenki, aki annak előtte hát már ismerte a katolikus egyháznak a liturgiáját, nagy hát érdekességként, hogy legyen a Szent Mise, legyen az a temetés sok része, vagy akár az esketés is, vagy a keresztelésében is, hát a magyar szó ütötte meg a fülét, úgyhogy visszaemlékszem, hogy a zsinat alatti időben egy
öreg piaristával jártam ki a Mária kápornához, mint minisztráns gyerek, és az atya mondta, hogy hát testvérek, mostantól másféle módon lesz a mise, mert haladni kell a korral. És akkor még arra a Mária kápornás része, ahol még nem volt városrész, szabályos lőcsös kocsikkal jöttek ilyen régi vágású öreg paraszt embereken, bajszosak is, meg minden, azt ott integettek, hogy igen, haladni kell a korral, mert most már magyarul lesz a mise. Ezt mindenki megértette, de ha visszaemlékszünk rá, még ez se egyszerre történt, hanem mindig többet-többet vettek bele a magyar nyelvből. Ennek az lett a következmény, hogy abban az időben legalább 3 könyvet ki kellett adni, hogy követni lehessen a szentmisének a szövegét, imádságait, mert azelőtt úgy volt, hogy latin volt, de ugyanakkor az intelligensebb híveknek, akik kicsit értették a latint is, csináltak úgynevezett misszálét, a szúnyog szavér féle misszálét, ez egy bencés szerzetes volt, hogy egyik fele latin volt, a másik fele magyar. És akkor olyan hívő, aki valamit konyított a latinhoz, az mindig tudta követni, hogy hol tart a pap. Tehát nem úgy, mikor a latin vizsgán a kezdő szemináristának ugye a szentírást kellett fordítani, és hát azt gondolta, hogy ha oda teszi a magyar szentírást a pad alá, fölötte van a latin szöveg, akkor ő majd tudja fordítani. Erre mondta a rektor, aki tanította a latint, hogy barátom, egy sorral lejjebb olvassam azt a magyar szöveget, mert annyira nem tudta, hogy egyáltalán mit is jelent az a latin szöveg. Hát ezért is mondom, hogy a régi szúnyogszavér miszáli azoknak jelentett valamit, akik egy kicsit konyítottak a latinhoz, és de hát az egyszerű ember is úgy érezte, hogy ha külföldre megy, ott is Dominus Vobiscum van, otthon van, ugye? Na, ez volt a leglátványosabb. De sokkal több dolgot hozott a II. Vatikáni zsinat. Egyáltalán egy nagy megújulást, és azt hitték akkor sokan, hogy na hát egy régi tradíciót főforgattunk, hogy az újítás kedvéért, pedig valójában az történt, hogy visszamentek egy még régebbire. Mert a misének a fejlődése az nagy időtávot vett magába, tehát kezdődött ugye az Úr Jézus utolsó vacsorájával, utána beépítettek a ószövetségi elemeket, egyre jobban bővült, volt erről már szó, de az idők folyamán annyi mindennel felruházódott a mise, hogy egyszer csak rendet kellett benne rakni, mert olyan hosszú nagy versek, ilyen szekvenciák voltak benne. Mi az a szekvencia? Ezek ilyen vallásos énekek. Hát gondoljunk a Dies Irae-re. Ama végső haragnapja, ugye ezt ismertük a gyászmiséből, vagy például a Szűz Mária fájdalmas éneke, ugye a mondjuk már Stabat Mater, ez is benne volt, hosszú-hosszú verszakokkal. Most jött a tridenti zsinat 1545 és 63 között, és akkor sok mindent összerendezett, elhagyott, átalakított, a lényeg megmaradt. Ennek volt jó 350 éves múltja, és hát mindenki azt hitte, hogy ez volt a legősibb, és nem. A II. Vatikáni zsinat visszament a még régebbi időkre, tehát az ősegyház idejére. És ezért a zsinat a liturgiában is még korábbi dolgokat vett használatba, viszont nem csak ez volt, hanem egyáltalán a teológiai gondolkodás is, hogy megváltozott a világ. Mi változott meg a 20. század közepére, amit ma is tapasztalunk? Hát, tehát megváltozott a hagyományos vallásosságnak a helyzete. Akkor is már nagyon sok ilyen szekularizált állam volt. Egészen más volt az emberek hozzáállása a hithez.
Megváltozott a technikai civilizáció. Ez kihatott az egyházra is, hiszen ha ugye múlt alkalommali missziókat említem, hát egy fél év volt, még eljutottak Kínába. De már a 20. század közepén fölültek a repülőre, egy nap alatt ott voltak a misszionárisok. A rádió, a televízió mindent felvett és közvetített. A technikai civilizáció beszivárgott az egyházba, és ott volt a vatikáni rádió és sok minden más. Megváltozott a ifjúságnak a gondolkodása. Az 1968-as nagy ilyen párizsi lázadás az kiterjedt az egész világra. Tehát addig azt jelentett, hogy egy abszolút fegyelemben voltak a gyerekek az általános iskolába, a középiskolába, sőt az egyetemeknek is volt egy ilyen nagy tisztelettudás a professzorok iránt. Jött a 1968-as párizsi lázadás, amiben minden tekintélyt leromboltak. Most azok az öregek, akik akkor, ugye politikai vonalon is látjuk, akik akkor ilyen szabadossá, liberálissá és szekularizáltá váltak. Egészen másként kellett hozzászólni az ifjúsághoz is. Hát csak elég arra gondolni, hogy a hittankönyveket hogyan kezdték, vagy hogy lehetett. Kezdték azzal, hogy miért vagyunk a világon, kezdték a régi hittankönyvek. Azért vagyunk, hogy Istent megismerjük, szeressük. De rájöttek arra, hogy nagyon sok gyerek teljesen vallástalan környezetben nevelődött föl. Tehát az, hogy Istent megismerje, szeresse, ez teljesen ismeretlen volt számára, mert a kommunista világba tagadták az Istent, a nyugati világba még kezdték el felejteni. Akkor utána jött a családnak a nagy válsága. Először ugye elkezdték a hittankönyveknél, hogy a mennyei atya szeret minket, és hozták hasonlatra, a mennyei atya úgy szeret benneteket, mint a ti édesatyátok. Még én is kezdtem, ilyenek hittankönyvek is tanítottam, és a gyerek azt mondta, hát apu nincs is velünk, meg el is hagyott, meg minden. Tehát egészen más lett a világ, most meg aztán még jobban. Ugye? Tehát nem lehetett a hittankönyveket már így kezdeni, hogy ahogy az édesapátok szeret, úgy szeret a mennyei atya. Hát akkor mivel kellett kezdeni? Akkor kellett kezdeni Jézussal, hogy Jézus a mi barátunk, ugye? Ezzel kellett valahogy kezdeni. Érted? Csak ilyen apró momentumok, hogy változott meg, fölbomlott a család, fölbomlott, a közösségek fölbomlottak, a népi vallásosság megszűnőbe volt, és hát ugye a régi egyházra rárakodott sok minden, gondolok itt arra, hogy a liturgia nem csak azokkal az eszközökkel ért, ami szimbólum rendszerébe megmutatott valamit a szentből, hanem annyi minden, most bocsánat a szóé, ilyen régi sallang volt rajtunk, akár a liturgiában, akár a misézés közben, hogy a pápát ott legyezgették, akkor a nagy főpapokon annyiféle ruha ráakasztva, aztán hát hordszéken vitték, sok minden megváltozott. És kellett egy új szemlélet. Kellett még úgy is egy új szemlélet, hogy a technikai gondolkodás, a világról alkotott kép az, hogy így mondjam, természettudományossá lett, és a legtöbb embernek összeegyezhetetlen volt a hite, meg a vallásossága. Élcelődtek azon, hogy hát hogy teremtette 6 nap alatt az Isten a világot, hogy volt előbb fény, mint a nap, meg mindenféléket, ugye hogy kapta be a nagy cethal a Jónást, meg ilyesmi. És hát ilyen a Biblia magyarázatok, a mindennek egy új megfogalmazása, és egy még pontosabb, és egy igazi, a Szentíráshoz is közel állóbb képét kellett adni. Na tehát, ezt mind azért mondom el, hogy ez a második vatikáni zsinaton elkezdett forrongani. Most tart a szinodus Rómában, hát most is találkoztam ottan ilyenféle atyákkal, Biboros úr, Erdő azt mondja, hogy imádkozzunk. Most már még jobbat, nagyobbat változott a világ. Akkor a második vatikáni zsinaton az volt a nagy élmény, hogy
Úristen, itt vannak az ázsiaiak, itt vannak az afrikaiak, itt vannak a ilyen-olyan nációk. Most meg egyszerűen már kikérik maguknak a dél-amerikai, az afrikai, meg az ázsiai főpapok, hogy ti nagyon egysikúan nézitek a dolgokat, ti mindig ilyen európai, micsodába, távcsővel szemlélitek az életet, és egészen más a világot. Nektek az a gondotok például, hogy elfogytok, mert nincs gyerek, mert ugye egy olyan életetek van, hogy hát öregszetek, be kell hozni embereket, egy egész más világ, harmadik világban sok gyerek van, egész más gondolkodás van, mint nálatok, ugye? És akkor mondják, hogy ne csak így szemléljétek most már, mint ahogy ti eddig ilyen skatujába európaiassan, ugye? Már akkor az nagyon nagy volt a második vatikáni zsarat, most meg azt még inkább. Na most, ugye ezekre a kérdésekre kellett válaszolni. Aztán akkor még ott voltak a különböző vallásokhoz való viszonyok. Hát a kereszténység megoszlott, azt jól tudjuk, és a keresztény megoszlás az nem csak az volt, hogy te ezt mondod, én még ezt mondom, hanem teljes különbözőség, és hát be nem mehettünk egymás templomába, egymást erőteljesen szittuk, ugye, meg hogy te eretnek vagy, te pápista vagy, te kálomista vagy, te lutarányos vagy, volt így. Tehát ugyanakkor még volt a világvallásokkal, ja Istenem, nehogy aztán itt ilyen buddhizmus meg hinduizmussal szóba álljunk, mert ez tiszta eretnekség. A zsidókat is mondjuk azt mondták, hogy hát most már nem kéne átkozni őket, hogy meghölték Jézus, mert hát ugye az a vezető réteg volt, meg jobb, hogyha imádkozunk értük, mint hogy ilyen nagy, hogy is mondjam, fenyegető módon intjük meg őket. Szóval itt annyi minden összejött, és hát ez az időszak volt a második vatikáni zsinat is. Hát ugye azok a gondolatok, amik el voltak folytva előtte, mert hát volt erre már az 50-es évek elejében is példa, hát azokat mind úgy jegelték, azokat a teológusokat, és azt mondták, hogy jobb, ha hallgattok, mert még valami eretnekséget mondatok. Aztán még az is hozzájött, hogy ugye 1870-ben kimondták a hit és erkölcs dolgában a pápa tévedhetetlenségét. Ezt ma is mondjuk, de milyen körülmények között? Amikor az egész egyház tekintélyére támaszkodva hit és erkölcsi dolgokba ünnepés kinyilatkoztatást tesz. Hát erre nem sok példa akadt azóta, hogy ezt a dogmát megfogalmazták. Na de akik ebben éltek, azt mondták, hát minek így zsinat? Hát minek kell összejönni? A pápa tévedhetetlen hit és erkölcsi dolgokba, jó, hogyha megállapít valamit, az kiküld egy-két körlevelet. Hogy ez van, püspökök, bíborosok, Isten népe, nem is mondták, hogy Isten népe, hanem hát, hogy kedves hívek, és fogadjátok el. Na de a zsinat az kinyitotta a zsilipeket, hogy igen, meg kell hallgatni másféle gondolatokat is, vagy olyanokat, amik eddig elfelejtődtek. Na most ennek a zsinatnak aztán hát az újdonságát azt a előző két pápa már felismerte, viszont azt, hogy kivitelezzék, azt második János pápa kezdte el. Ezért második János Pál pápa teológiájának a súlypontja, mert ő sok mindent mondott, de hogy mi az, ami a fontos dolog volt ebben az időben, először is azt mondta, hogy az ember az Isten képmása. Hát jól tudjuk, hogy nem úgy értjük, hogy fénykép alapján Istenről nem lehet fényképet csinálni, hanem a teremtettségünkkel, a lelki természetű képességeinkkel, a jó és rossz megkülönböztetésével, a személyes kapcsolatokra való képességgel, nem beszélve arról, hogy a lelkünk végül is halhatatlan, ezekkel lettünk Isten képmása, de ugyanakkor az embernek méltósága van az Istentől, és éppen azért, mert Jézus Krisztus megtestesült. Miért kellett ezt akkor hangsúlyozni?
Hát gondoljuk meg, a nagy világégés után voltak a II. Vatikáni zsidant idején, amely világégésben se jobb, se bal oldalon nem tisztelték az emberi méltóságot. Ugye, ha a fasiszta eszmék, azok gázkamrákat készítettek, a kommunista eszmék meg gulágot. Egyik így ölte meg az embereket, a másik úgy ölte meg. Szóval egyik 19, a másik egy hián 20. Ezt most ki kell már mondani, az embernek nem volt méltósága. Az ember semmivé vált a nagy háborúkban és ezekben a küzdelmekben. És a zsinat kimondta, hogy az embernek méltósága van. De miért? Nem azért, mert ő magának megalapozta, hanem az Isten saját képére teremtette, és Jézus Krisztus ember lett és megtestesült. Ezt sokszor elmondta II. János Pál, hogy a Redemptor Hominis az ember megváltója. És az egyháznak is az a célja, hogy az embert üdvözítse. Tehát az egyháznak nem az a célja, hogy szép ilyen liturgiát készítsen, hanem ez mind az ember üdvösségért van. Aztán azt mondja, hogy miután Jézus Krisztus a minden emberrel egyenlő lett, és vagy közösségbe lett, ezért a közösségnek az építése, a szeretet civilizációja. Ezt II. János Pál, illetve 6. Pál kezdte bedobni. Ugye, ez volt már arról szó, hogy a kultúra és a civilizáció hasonlít, de mégis különbözik egymástól. A mi templomunk, ha föltárjuk, egy hatalmas kultúrát mutat a múltból. A civilizáció, hogy milyen gépekkel csináljuk, hogy vannak olyan röntgengépek, hogy a földet alulról megnézi, a festményeket megnézi, ez technikai civilizáció. Tehát amit korábban nem tudtunk megtenni, azt most a technikai civilizációval elértük. És azt mondják a pápák, hogy nekünk a szeretet civilizációjára kell törekednünk, mert ha csak a technikai kultúrát nézzük, az csőd. Ugye, ma, hogy jöttem a repülőn is, hát láttam, minden nációnál ott van már ez a selfie. Hát szörnyű. Benne a Szentpéterbe, kinn az utcán, ő megáll, bevetíti magát és fölveszi, hogy én itt állok a Szentpéternél, a Kolosseumnál, ha nem tudom, hát ilyen mai farizeizmus, mert aztán hazamegy, vagy még haza sem megy, mert már olyan kütyüjei vannak, fölteszi a Facebookra, nézzétek, én itt voltam. Hát ez egy őrület, ugye? Már nem is néz semmit, csak szalad, és magát fényképezi le ott a háttérre. Tehát annyi ilyen botra, régen ugye esernyőket vittek így, most ezeket a szelfiket viszik. Ott van a nagy technikai civilizáció, ugyanakkor lépten nyomon belebotlik az ember a koldusokba, akik nem föltétlen miglások ottan, hanem ott Rómában mindig is voltak, de most aztán úgy vettem észre még több. Ott alszanak a földön, a templom előtt és így tovább. Azt mondja a pápa, a szeretett civilizáció, hogy segítsünk az emberen. Mert a technikai civilizáció az kevés. Jó, ha van, de roppant kevés. Mert az sokszor el is embertelenít bennünket, és sajnos az ifjúság megfertőződik általa. Aztán, hogy az egyháznak is ez az útja, hogy az emberért van az egyház, hogy az ember üdvösségre vezesse, mert így találja meg önmagát az ember. És ennek a fő gondolatnak, hogy a szeretet civilizációt, amely szeretet az Istentől árad ki, mert mi nem olyan humanizmust vallunk, hogy hát mi jók vagyunk, ugye az ateista humanizmus drámája így mondták, hogy ugye voltak olyan ateisták, akik azt mondták, hogy Isten nincs, de mi azért meg fogjuk mutatni, hogy Isten nélkül is szentek leszünk, Isten nélkül is jó leszünk. Hát ez általában csőd volt, ugye?
Tehát mi azt mondjuk, hogy az a szeretet, amit ki kell építeni, az Istentől való. És ebbe a vonulatba helyezkedik el a második János Pál pápának az egész tanítása, amit ő akár szociális kérdésekben, akár a teológia tovább gondolásában, akár a család, a házasság kérdésében, a szenvedés kérdésében, aztán a hit és igazság, a hit és vallás, az egység kérdésében megszólalt, és ahogy ő az egyházat hát át akarja vinni, mint ahogy Wyszyński bíboros mondta neki a harmadik évezredbe. Én emlékszem még arra a képre, ami 1978 őszén járta be a világot, hogy ugye a Wyszyński, aki lengyel prímás volt, és hát második János Pál pápa megválasztása után odament hozzá, ugye a pápának kiáró tisztelettel, és második János Pál ezt nem engedte, hanem lejött és megcsókolta Wyszyńskinek a kezét. Hogy sokat köszönhet neki, mert a lengyel Wyszyński az olyan volt, mint a mi mindszentink. Nem volt annyit börtönbe, de nagyon karakán ember volt ő is, és az egyházát hűségesen védelmezte. És a második János Pál oda megy a Wyszyński, és ő mutatja meg a hódolatát iránta. Ugye, tehát elkezdődik egy új korszak, amiben a pápa hát egyrészt pulzusán tartotta az európai gondoknak a kezét, de ugyanúgy ő miután nagyon nagy utazó pápa volt, az egész világra ő már odafigyelt. Tehát bejárt az egész világot, és mindenütt próbálta a keresztényekben nem csak a lelket tartani, hanem az ő gondjaikra a megfelelő választ adni. Soha nem hízelkedett az embereknek. Ennek ellenére mondjuk a fiatalság is rajongott érte, holott amikor összejöttek egy nagy stadionba, akkor szemükre vetett az, hogy hát sok közületek a kábítószernek, a szexnek rabja, meg sok minden. Ennek ellenére elfogadták és nagyon nagy, szinte rajongásig tisztelték. Hát ott volt aztán a szociális érzékenysége a pápának, az hát most különösen megint csak időszerű, mikor nemhogy Magyarország, hanem hát az egész világ szembesül egy ilyen nagy migráció, hogy most mit kell tenni? Most, hogy az állam megmaradjon biztonságban, békében, de ugyanakkor az elesetten segíteni kell. És föleleveníti második János Pál pápa a régi enciklikák, szociális encikliknikáknak a tanulságait, és ahhoz fűzi a gondolatait, hogy a Rerum Novarum az volt az első, a 13. Leói, amelyik foglalkozott a munkás kérdéssel. Ő 100 év múltán erre válaszol a Laborem Exercensben. Vagy beszél a szolidaritásra, a Solicitudo Rei Socialisban, hogy az emberiségnek, a munkásoknak a szolidaritásáról. Na most, akik visszaemlékszünk rá akkor, hát ez a szolidaritás szó, ez különös hangsúlyt kapott abban az időben, hiszen a lengyeleknek a nagy szakszervezete, ami végül is hát a kommunizmus bukásához hozzájárult, az a szolidaritás volt. És ő ezt már szolidárisnak kell az embereknek egymással lenni. De aztán ugye megbuktak sorra ezek a kommunista rendszerek, és a centésimus annus kezdetű, ja, ez 1991-ben reagál a 100 évvel korábbira a Rerum Novarumra. Én amikor azt olvastam, hogy kicsit úgy meg is lepődtem, hogy hát most dőlt össze a kommunizmus,
ugye 90 tájékán, csak be a 91-es enciklikájába, meg hát figyelmeztet arra, hogy nagyon kell vigyázni, mert a kapitalizmus is igen embertelenné tud válni. Most már tudjuk, ugye? Hogy roppant embertelenné tud válni, és ő mondta, hogy a kommunizmus bukása még nem igazolja a kapitalizmusnak a kapzsiságát. Ját? Látjuk, hogy oda telepszik egy ilyen multikulturális vállalat, addig, ameddig ki lehet zsigerelni az embereket, ott van, aztán, hogyha olcsó munkaerőre talál, akkor átteszi magát egy másik országba. Hát ezt látjuk, hogy egyesek szerint, hogy a németországi migráns kérdés ilyesfajta hiányokat akar pótolni, hogy hát ezek úgyis meg beérik majd a kevesebbe, hogy ottan valami mechanikus munkát végeznek. Na de ezt hát így kell megoldani, ha már nem vagyunk elegen, nincs munkaerő, akkor jöjjön olyan, akinek ha tizedét fizetjük, akkor is örül, mert mégis jobb sorsa, mint otthon. Most erre ugye, ő akkor 91-ben, 25 éve már lassan, hogy vigyázzunk a kapitalizmus és fenékig tejföl. Aztán ugye hát beszél a női méltóságra, mulieris dignitatemről, és hát ez összefüggésben van őnála a Nagy Szűz Mária tisztelettel. Hát, hogy a női méltóság, hát valaki ezt mondaná, hát hol van itt női méltóság? Hát ugye főként ott abban a világban a asszonyok is be vannak fogva, és ugye főként a ilyen nagy vállalatoknál nem is 8 órákra, nem még többre, akkor háztartás, meg mi egyéb feladataik vannak, hogy ez teljesen elsikkad. És erre fölfigyelt a pápa, és hát erről is írt egy csodálatos, szép enciklikát. A teológiai vonatkozásban, hát több ilyen erkölcsi kérdésben a Veritatis Splendor, az igazság ragyogásában ott is nagyon nagy iránymutatásokat adott, és még inkább meghatározó enciklikája volt a Fidesz et Ratio, a hit és az értelem. Azt gondolná az ember, hogy ez egy roppant, elvont, mondhatni ilyen desztillált téma, hogy ezt a filozófusok elintézhetik a könyvtárba egymás között. De nem. Mert most látjuk, hogy aztán később 16. Benedek ki is fejtette, jó, mégis támadták itt a Regensburgi Egyetemen. Azt mondja, a hit fontos, ami ugye vallásossággá válik. Hit nélkül nem tudunk üdvözülni sem. De a vallásossággal nem szabad visszaélni, mert Isten nevében nem lehet ölni. Amely vallásosságban nincsen ráció, nincs értelem, az fundamentalizmussá válik. És mit látunk az iszlám fundamentalizmusban? Hát pontosan ugye ezt fejtette ki a 16. Benedek pápa ennek nyomán, egyesek szerint magát ezt az enciklikát is erőteljesen 16. Benedek is sugalta. Ugye, mert ő a hitani kongregációnak a vezetője volt, és ők összedolgoztak, mint jó barátok. Az értelem az egyik legkiválóbb adománya az Istennek. A mi hitünk is értelemszerű meghódolása az Isten előtt. Benne van a Rómaiakhoz írt levélben. Jézus Krisztus az Isten logosza, az Isten igéje, az Isten örök bölcsessége. Ebből van a logika szó is. No de, ha csak értelem van ebbe a világba, és nem társul hozzá hit általi erkölcs, akkor megint baj van. Mert mit meg tud csinálni az ember az értelmével? A legszörnyűbb pusztításokat, legyen az a fegyverkezésbe, atombomba, legyen a technikai civilizáció, hogy belerejti a vírusokat a gépbe, legyen a szervátültetés, még sok mindenféle ilyen biológiai manőver, azt mondja, én ezt meg tudom csinálni. De nem lehet mindent megcsinálni, amire képesek vagyunk, mert erkölcsi háttér kell hozzá,
Mert akkor pusztítunk. Az értelem nem elég ahhoz, hogy megoldja a világnak a baját erkölcsi tartás nélkül. De az, a hithöz, az erkölcshöz, a vallásossághoz megint szükséges az értelem. És ez a fideszett ráció, mert akkor jönnek azok a vallások, amelyek eszetlenek. Tehát ugye ezt látjuk, hogy abszolút értelmetlen vadságokat tudnak csinálni, és hogy gyilkos vadságokat éppen a vallásosságnak a nevébe. Mert nem úgy gondolkodik, nem úgy cselekszik, mint én, akkor fejezzük le. És ez ugye egy nagy profétai előrelátás volt, hogy ezt látni kell, hogy most, amikor ugye, ahogy a civilizációknak a harca, ugye ezt Huntington meg több ilyen filozófus megjövendőlte, ez valósággá válik, hogy más egy keleti kultúra, más egy nyugati kultúra, és gyilkos kimenetelű lehet. Most ezért a kettőt össze kell kapcsolni. Az értelmet és a hitet és a vallást. Mert értelmetlenül nem lehet még jót se tenni. Hát ez is egy nagy ilyen enciklikája volt a pápának. Azt tudjuk, hogy ő végképp elkötelezte magát a keresztény egységnek, de nem elvtelenül. Tehát nem azt mondta, hogy na hát akkor ennyi év elmúlt a reformáció óta, ti bevezetik az eszti urangyalát, mi meg majd elhagyjuk a misét, vagy valami, nem így. Hanem menjünk előre, és miután az egységet csak Isten tudja megvalósítani, ezért kérjük a Szent Lelket a keresztény egységbe. És ő ebbe teljesen odaállt II. János Pál pápa, gondoljunk a debreceni Gálya rab emlékmű megkoszorúzására. Majd mi is gondolkodunk erről, hiszen hát épp a reformáció kapcsán, az 500 év kapcsán, ugye protestánsok, evangélikusok ünnepet fognak tartani, vagy 2-3 éveset is már elkezdték. Hát mi azt mondjuk, hogy mi inkább csak emlékezünk. Mert emlékezni meg kell, és a tanulságokat le kell vonni belőle, de hát nem tudjuk azt ünnepelni, hogy sokfelé szakadtunk. De a tanulságokat le kell vonni az igazságok alapján. Úgyhogy majd erre is egy kicsit oda fog gondolni, és oda fog figyelnünk egy Biblióra kezdetével, és majd talán többel is. Na most ő így volt elkötelezettje a keresztény egységnek. És próbált az ortodoxokkal, protestánsokkal is, ő a 23. János szava szerint, ami összeköt bennünket arra egységre jutni. És hát ugye aztán jöttek azok a nagy enciklikái, amelyek előkészítették a harmadik évezredet, illetve a harmadik évezred elején lévő feladatokat. A misszióra is odafigyelt, ugye, a redemptoris misszió azt mondta, hogy mi nem prozelitizmussal, mit jelent az, nem erőnek erejével, hogy kikényszerítve, hogy keresztény legyél, vagy katolikus legyél, hanem a küldetéssel, amiben benne vannak az egyszerű hívek is, benne vannak a képzett teológusok is, hirdetjük az evangéliumot, kultúrát is teremtve, hogy Jézus parancsának, hogy menjetek el az egész világra, ennek eleget tegyünk. Tehát ez is nagyon fontosnak tartotta, és ugyanakkor voltak ilyen teljesen teológiai jellegű megnyilatkozásai a Szentlélekről, az oltári szentségről, az Úr napjáról, aztán ilyen hattyú dalaként szólt a Szent Eukarisztiáról, aztán arról, hogy maradjon velünk az Úr.
Most még egy másik nagy időszerűségre oda kell figyelnünk, hiszen a szinodus az most már második évben a házasság és család kérdésével foglalkozik. Hát miért foglalkoznak vele? Mert baj van vele. Tehát mindig, amikor kitűznek valamit, azt mondják, hogy a víz világnapja. Hát miért kell vele foglalkozni? Mert szennyezik a vizeket. Akkor mondják, hogy mit tudom én, az erdők világnapja. Miért kell vele foglalkozni? Mert írtják az erdőket. Miért kell a családokkal, meg a házassággal foglalkozni? Mert baj van vele. Ugye? Tehát ezek ilyen dolgok, hogy arra hívja föl egy-egy ilyen szinodus a figyelmünket, hogy baj van. És itt valamit csinálni kell. És hát ezért is van szinodus, de ennek volt egy második János Pál pápa részéről is a Familiaris Consortio kezdetű, hát ilyen enciklikája, a családi együttes, vagy a konzorcium, szokták ugye mondani, hogy akkor egyik egy másik vállattal ilyen egységben van, az a konzorcium. A család is legyen egységben, Familiaris Consortio, a családi egység és közösség, és hát akkor fölvázolja ezelőtt jó 30 évvel az akkori helyzetet, amire ha pessimista vagyok, azt kell mondani, hogy még rosszabb lett, mint akkor volt 1981-ben. Hát elég csak arra gondolni, hogy Magyarországon is akkor még, most pontos számot nem tudok, de biztos, hogy volt évente 100 000 fölüli házasságkötés. Most 45 ezer van, de ez a polgári, az is aztán ugye fölbomlik, elválik, és attól az időtől kezdve mindig csak fogyunk már, ugye? A 80-as évek elejétől. Tehát azok a gondok, bajok, amik akkor csíraszerűen megvoltak, azok most még inkább hát égetői váltak, és erre próbálnak megoldást, választ keresni, nem csak a elvált újraházasodottak ügyében, hanem egyáltalán az emberi együttélés, aztán a családban megért evangelizáció és sok minden más. Hát ugye ma már például az abszolút ismert élet, hogy mi már az esetek többségével csak házasságot rendezünk. Hát már 4-5 éve együtt élnek, ugye? Tehát úgy élnek, mintha férj és feleség volna, nem is lehet senkinek beleszólni, és amikor eljönnek, akkor már csak rendezzük azt, ami előtte volt, tehát akkor legyen keresztény, katolikus módon megkötve. Tehát nagyon sok gond van, de ezt a Familiaris Consortioba ő már hát fölvázolta. Tehát itt ebben a rövid kis emlékezésben talán erre tudtam rávilágítani, hogy mennyire látta ő akkor a problémákat, mennyire széleskörű munkássága volt a hosszú pápasága alatt, illetve milyen tanúságtevő ember volt, mert ő az életet szentnek tartotta. És ezért is ugye vállalta azt, hogy elesettségében, betegségében is még megjelenjék a nyilvánosság előtt, hogy nem csak akkor, mikor egy ilyen nagyon erőteljes fiatal pápaként szól az emberekhez, amikor ma, hogy föl se bírja emelni a kezét, de ott van, és velük van, és azt mondja, hogy az emberi életnek még ekkor is van értelme. És nem szabad kioltani, ugye hát a eutanázia az ezzé vált, és ezt teszi. Hát így emlékezünk rá Szent II. János Pál pápára, és mivel ő neki a jelmondata, Totus tuus egészen a tiéd, e Szűz Máriára vonatkoztatja, egy ilyen imádságával zárnám a mostani hittanórát. Ó, kegyelmek úrnője, fordíts szemedet a népre, mely századok óta hűséges hozzád és a te fiadhoz. Tekints a nemzetre, mely reményét mindig a te anyai szeretetedbe vetette, tekints ránk irgalmas szemeddel, és nyerd el számunkra gyermekeidnek azt, amire leginkább szükség van. Nyisd meg a gazdagok szívét, a szegények és szenvedők szükségletei iránt. Add, hogy a munkanélküliek munkadókra találjanak, segítsd a hajléktalanokat, hogy otthonra találjanak,
Adja a családoknak minden nehézséget legyőző szeretetet, a fiataloknak nyiss utat és távlatot a jövőbe, oltalmazó palástodat terjeszt ki a kicsinyekre, hogy meg ne botránkoztassák őket. A szerzetesi közösségeket éltesd a hit, a remény és a szeretet kegyelmével. Segítsd a papokat, hogy fiad nyomában járjanak, és ajánlják föl életüket minden nap a bárányokért. Esd ki a püspököknek a szent lélek világosságát, hogy itt a földön az egyház egyetlen és egyenes úton vezettessék fiad országa felé. Szentsége Szűzanya, kálváriai asszonyunk, esd ki számunkra a testi és lelki erőt, hogy mindvég teljesíteni tudjuk a küldetést, amit a föltámadt Krisztus bízott ránk. Rád bízom életemet, szolgálatom minden gyümölcsét, rád bízom az egyház sorsát, rád bízom a nemzetemet, te benned bízom, s újra kinyilvánítom neked, egészen a tiéd, Mária, egészen a tiéd. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Amen.